Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hasnyálmirigy. Pontosabban egy hasnyálmirigy. Hát valójában hasnyálmirigy rák volt a neve az ebattának. Életvidám link fickó, festményen úgy festene, mint a költő Balassi Bálint. Lenne bajsz a korabeli főfödője, és nem utolsó sorban vitéz kardja. A festményen látszana, hogy szakadatlanul szerelmes. Mint róka a tyúkokat, hajkurásza a nőket és a férfiakat. Nem tenne különbséget, tudhatni a szerelem vak. Szívesen volnánk a 17. században. Lenne ló, lenne kard, lenne hajnali pára, vágtatás és ontás a gazdörökök vérének. És akkor imígyen szól egy égi hang. Csukd be, fiam, azt a 17. századot. Jön be a hideg, vagy a húzat. Nehéz mesélni és nem kommentálni. Nehéz nem lábjegyzetelni. Minek volnánk a lábjegyzetei, rohannánk le anyánkot, még a 17. században figyelmetlenül lapozván a Bibliát. Anyán kedvetlenül most rálna minket. A bennünket most körülvevő képek nem engednek így beszélni. Azonosíthatatlan személyességük, a személytelen személyességük, a távolság által létrehozott váratlan közelségük tiltja, hogy azt mondjuk. Balassi Bálint! Vagy azt, hogy anya, apa. Nem tudni, mi van a képeken, de valami történik. A képek tartanak valahová. Mintha nem lehetne ragozni az igéket. Mintha Balassi farkához volna madzagolva egy toll, s annak mozgása volna az írás. És keletkezne így egy új nyelv. Az új közel-távollal, én nélküli személyességgel. Olvasni, értelmezni, mi több élvezni, az Úr tudná. Ez viszont megint a 17. századot hívna, akkor még biztosan létezett az Úr. És akkor imígyen szóla egy égi hang. Nem Nietzsche? A gyilkosság mindig személyes. A 20. század közepetáján anyám főleg beleszerelmesedett apámba. Itt is jó volna a 17. század, mert lovagolhatnának, remegne anyám fara. Oly bódító, amit egy szülői farról nem volna szabad gondolnunk. S apám combján hívogatom feszülne az izom. De most már mindegy. Van far, van comb a modernitásban is. Apám egy vidéki kertben állt, amikor anyám megpillantotta a képeknek titkos és titokzatos története van. Nem pedig villogó cselekménye,
de nehezen állunk át erre, ezért mégis mondok még valamit, de ezt az esküdtek ne vegyék figyelembe. Apámat kitelepítették, azért volt falun. Anyám pedig meglátogatta akkori szeretőjét, akit szintén kitelepítettek volt. Anyám sárga, olyatlan kartonruháját viselte, kikondikált belőle a hónaj szőrzete, melle a lépésekkel együtt döntött, vidáman, erősen, kihívóan. Megbasznám, gondolta apám figyelmetlen figyelemmel, bár ezt nehezen tudnám bizonyítani. Kinek is? Anyám se ragadt le a plátói locafacán, és akkor imígyen szól egy égi hang. Szerelemből. A személytelenség jegyében fosszuk meg anyámat a személy ragjától, tőlem újtassuk az A rövidítés mögé. Légy máshol boldog anyám, keress más képek, apámat pedig az A jellel említjük eztán. Hiányozni fogsz. Hiányozni fogsz. Rubensnél virgonckodhatnál. Gondold meg, öreg. És akkor imigyen szóla egy égi hang. Mesélj. Ne féld a meséket, mesélj. Ha mégis megijednél, és megint magyarázkodni kezdenél, értelmezni, adni és visszavonni, a meséről mesélni, akkor lecsókolom rólad a félést. Kinek a története a fekete, a maszatos csorgás, a szükségszerű vélet véletlen fröccsenés? Kinek a története a gyilkosság? A halotti vagy a gyilkosé? Vagy a gyilkosságé? Egy szerelmes történet. Ha következetes a mesélő, maga a csönd volna. A csönd, mely hallgatás. De minek a csöndje? Ezt nehéz megmondani, ezért aztán mégis szó esik Velencéről, a mórokról és a kérdésről, hogy valaki imádkozott. Nem, mégsem így van. Nem a szerelmeseknek kell személytelennek lenniük. Júlia az Júlia, és Rómeó az Rómeó. Jágó, Jágó, A az A, hanem a mesélőnek, nekem. Én vagyok az, aki nem vagyok, ellen Isten. És akkor imigyen szól egy égi hang. Hallgass, ez lesz az új neved, és az új beszéded. Mintha a sóhajok hídja fölül a Márkus térre, úgy keveredett a 2016 egy ködös reggelén a Lilium utcából az Üllői útra.
A borostás arca, pálinka gőzös lelete, elhanyagolt ruházata, a kitérdelt bársony nadrág, a félretaposott cipő, s valami elmondhatatlan színű, bár melegnek tetsző pulóver nem keltett megbízható benyomást. Noha éjjel kettőkor, ez amúgy sem volna egyszerű. A köd illett a városhoz, az országhoz, ez a ki tudja, mi van most. Homály és nyirok, meg a hajnal ígérete. Ködben könnyű hazudni, könnyű butának lenni. A köd a rosszabbik én otthona. Köd gépekről is szólt a városi legenda. Ködben nem beszélgetnek az emberek. Mindazonáltal, különösen éjjel kettőkor, a férfiak férfiak, a nők nők, a fasz fasz, a bina bina. Lassabban. A szintén köd borította Erdély küldte nekünk, szó szerint küldte, a munkanélküliek ezt hallhatták, eredj Ábel, láss világot. Nem mintha a Ábel lett volna. A, ez a hivatalos és szép szó a tevékenységre. Hímringyóként kereste mindennapi betevő falatját a Moszkva térnek hívott. Szél Kálmán térnek elnevezett Moszkva téren. Többnyire idősebb férfiaknak ajánlott a főszolgálatait. Nem volt lelkes, nem volt rezignált. Munkának tekintette. De nem veszítette el szemének ifjonti csillogását, ezért jól ment az üzlet, irigyelték is a többiek. A nem érezte az idő múlását, mondhatni süket volt az időre, ezért állandóan a karóráját nézegette. Egy nagy darab hamisított Rolexet, melyet Kolozsváron szerzett még a Mátyás szobor tövében tüsténkedő román Neppertől. Át lett verve, de ez nem zavart senkit. Ők se, a Neppert se, tényleg senkit se, román se, magyar, de még az égieket se. Senki nem akarta a világot megváltoztatni. Csak különféle magyarázatokat fűztek hozzá az édes Erdélytől a keresztény Magyarországig. És a mennyországról is mesés dolgokat állítottak érdekeiknek, és dacos gátlásaiknak megfelelően. 2 óra, állapította meg A, az órájára pillantva és vigyorogva előreállította 3-ra. Kezdődött a nyári időszámítás. Ebben az eltűnt órában lenni volna jó. Ezért vigyorgott. Szükségszerű e két ember találkozása. Véletlenül csordul a pekete oda a sarokba. Mindenható e még az út.
mit is jelent el. On egy gepárd mintás olcsó átmeneti kabát vette a sárga újatlan karton ruháját, melyből kikandikált a hó nagy szőrzete, de e pillanatban nem volt senki az univerzumban, se egy, se több sejtő, se testetlen szellem, angyal vagy ilyesmi, aki ezt látta volna. Mellé még a kabát börtönében is a lépésekkel együtt döndült, vidám erősen kihívóan. Akár csak a Lilium utcából fordult az Üllői útra, és kizárólag azért nem balra indult el, mert nem akart semmiképp a Ferenc körút vélelmezett zsibongásába keveredni. Egyedül sétált volna egy kicsit, cigarettája felvereslött a budapesti éjszakába. A boldogsággal, de nem találunk se színt, se formát, se festékmozgást, amely ezt tárgyalná. A teljesség, a szerelem is az, egy könyv is az, nem azt jelenti, hogy minden ott van, hanem hogy semmi sem hiányzik. Valami mindig hiány. Van ilyen vélemény is, valami mindig hiányzik. A mese láthatóan nem verzátus a szerelemben, ugyanúgy bolyong, mint a két szerelmes az Üllői úton. Még nem ismerik sorsukat, csak fáznak. A jobban, a kevésbé. Tessék rétegesen öltözni, ezt minden anya elmondja. Ágyékukban dobogott az idő, Karolának hívták az asszonyt, akit azonnal elhagyott a, mihelyt meglátta ott a volt bárka színház előtt. A megismerkedni buta szó lenne, a együtt élt Karolával, valamelyest rejtezkedve, két nő együtt, nem mindenki hagyja szó nélkül. Megismerkedtem valakivel, ő az, akivel lenni akarok. Menj el csak, aztán gyere vissza. Nem jövök. Karola fölnevetett és belecsókolt arcába.
Ahogy ledöntötte az ágyra, benyúlt a lába közé. A nem ellenkezett, szerette Karolát minden este. Szeretsz, kívánsz, hiányzol? Mindegy. Igen, nem. Tengerpartot ábrázoló poszter függött az ág fölött. Szeretkezés közben inkább ezt nézték, mint egymást. A tenger a legtöbb képen mégis csak végtelen. Az idő 2016-ban is volt, van ez március és hasonlók, és jött is az egyik a másik után. Áthozta a tengert Karolától, vigye csak kis szívem, ez is rám emlékeztet. De hát nem emlékeztette Karolát, időközben mindenét elfoglalta a fejét, szívét, hasnyál, mirigyét, stb. Őleg stb. A minden pillanatot, amit nem aval töltött, feleslegesnek és fájdalmasnak érzett, és a nem volt mindig nála, nem is aludtott. Minden alkalommal birtokba vette a férfi minden porcikáját. Végig nyolta a labdáltan, de nőtt a testet. Közelebb, közelebb. Jaj, nézd rám, arra nézett, szépen nézett rá, de többnyire szólni kellett. Beleült a férfiba. Előre hajolt, végig simított az arcán, majd lassan a nyakhoz ért, körbefogta. Finoman szorított a kezek bilincsén. Nem nyitotta ki a szemét, ennyien elmosolyodott. Megmozdította az ágyéket, nyögött a nő. Nehéz tette magát, nyomta vissza. Ő volt a férfi összöge, mégis mintha összögelte volna a férfit az ágyhoz. Visszaszögelt a combjával, pedig a bordákot szorított. Minden közel van, mégsem eléggé. Megcsókolt, szinte harapta magát befelé, és egyre erősebben szorította a nyakát. Csodálkozva fölnézett, ő meg csak bólintott, igen, most minden jó lesz. Ekkor váltott, és teljes erejével szorította a férfi nyakát, aki fécánkult volna. Teste nem engedte, szorította, ahogy bírta. Erősebb volt most bárkinek. A tekintete azt mondta, hogy nem hiszi el, ami történik. A nő teljes erejével nyomta a nyakát, a torkát.
ahogy üvegpohár pattan el, kis roppanás hallatszott. Roppanás, hörgés, csapkodás. És akkor imégyen szólal egy égi hang. Most mi lesz? Mi lesz? Mi lesz? Dörmögte asnyálka. Mi van? Mi van? Ez a kérdés. Nem kell trükk, valami eserféle átverése a szemnek. Mégis megfordulhat egy kép a lent és a fent, sőt a kint és a bent is. Ilyenkor eldobhatjuk az eddigi mondatainkat. A combjával pedig a bordákat szorított, értelmezhetetlen. Az új térben nincs hozzá kép, de a mondatok alján, vagy mögött van valami, ami egyszerre számolja föl a mondatot, és továbbra is beszél. Hogy ehhez vannak-e szavak, az több, mint kérdéses. De a mese nem tehet mást, uram. Királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Én szavak nélkül nem élhetek. Nincsenek új szavak. A nyögött. Ő egyre nehezebbé tette magát. Cementömbök a hastájon, tompa és éles fájdalmak váltották egymást, akár a fény nyolába. Fény és árnyék nyalábuk. Hasnyálka szorított, harapta magát befelé. Kinek ne jutna eszébe a klasszikus kérdés? Meddig megyünk az erdőbe befelé? Illetve, hogy honnantól erdő a sok fa? A közelséget, ha volna értelme, negatív számmal írhatnánk le. A arca vörösödött, hasnyálka elégedetten hátradőlt, fejét a máj párnájára hajtotta. Erősebb volt most bárkinél. És akkor imégyen szól egy égi hang. Most mi lesz? Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudom, mi lesz. Én azért nyomottam a 17. századot, mert akkor most a tüdő felől váratlanul nagy számú török csapat bukkanna fel. Mi, jó magyarok, bújnánk a zsombékosban, a májlebeny felől, lovaink meg-megbotolva az áttétekben, vagyis volna valami daliás a történetben. De nincs. Elsősorban dalia nincs, szóval mégis jobb ez a század. A szerelem szempontjából mindegy, a történelem bármely időpontjában lehetséges szerelmesnek lenni, az esélyek, föltételek változnak. De az más kérdés. A hasnyálmirigy rák szempontjából viszont jobb ez a század. A mesében a gonoszok, a bűnösök meghalnak, és ha netán a jó is meghal,
előbb-utóbb újra élet. Ezért van az, hogy minden hasnyálmirigyrák a mennyországban végzi. Ott ülnek az Úr jobbján, most, hogy szegény mondataink nem tudják, merre hány tenti. A fenti mondatban a mennyország helyett lehet sírgödör, ölök fényesség helyett sötétség, az Úr helyett pedig férgek diadalmas serege, mely végig rágja magát a testen, a testén. Mennyi egyesülés, mennyi közelség, és akkor imégyen szól egy égi hang, akkor tehát minden rendben, nem de? Ez a szerelmi történetünk vége, megemlítve, hogy a szerelem mindazonáltal örök. Nem keresgélünk geometriai hasonlatokat, minden esetre a szerelmi történet nem egy egyenes szakasz A és B végpontokkal. Esetünkben szellemesködhetnénk, hogy A és A végpontokkal. Egyébként nem is olyan ostoba idea, de hagyjuk. A szerelmi történet eleje valahova az üllői útra esik, illetve az arra mozgó szívkomrádba. Szíves szerelem, maradjunk a hagyományok. Bár imént a hasnyára tettük voksunkat. Nem kell fintorogni, halál és szerelem közelében megváltozik a logika is. Egy állítás és az ellenkezője nem, hogy kézen fogva sétálnának, de közben akár le is szopják egymást. Mondhatnánk úri nősebben is, de minek? Halál és szerelem közelében megváltozik az ízlés és a stílus is. Ne feledjük, át himringyóként ismerhettük meg, pedig valami leszbikus szenvedélyességből bukkant elénk. Bukkant ködünkbe, mely megülte a várost és mesénket. Nem ideális szerelmes pár, nem egy klasszikus Romeo és Julia, Tristán és Izolda, Schiller és Goethe. De a szerelem megemel akkor is az ég belülét, a törzúz és a porvasúlyt. A szerelem megemel akkor is az ég belülét, a törzúz és a porvasúlyt. Maradva a bölcs klapanciáknál, a szerelem vihar, és nem békésen kellemes délutáni kávézgatás. Viszont van olyan is, hogy a szerelem, de még az emléke is elmúlik. Ezt tartjuk meg háttérzenének. Nincs szerelem akadály nélkül. Senki nem tudja, miért van így.
így van. Illetve lehet tudni, a szerelem megzavarja a napok nyugodt menetét, már pedig a napok nyugodt menete a társadalom alapköve. Úgy mond. Jól nevelten lehet házasságot kötni, lehet szexelni, akár vadul ordítva perrektum. Maradhatsz jól nevelt. Legfeljebb átkopognak a szomszédból, és a hétvégi grillpartin, vagy a liftben cinkosan néznek rád. Mi van, Muci? Nem tudsz aludni? Segíthetünk? Galeri, régebben így nevezték, néhány fiatalember bandázott végig az Üllői úton, és éppen akkor véletlen ez, meseönként, vagy oly sok dolog történik ugyanakkor, miért pont ez ne? Szólították le Ad, amikor ő meglátta a vigyorát, aki meg éppen az eltűnt idő nyomába eredt volna, ott, a bárka előtt. A nem válaszolt, nem félt, unta őket, hamarabb lekopnak, ha ők is megunnak engem. De azok nem tágítottak, magukat unták, és szórakozást kerestek. Süket vagy, angyalka? A hány ingert kapott a szótól. Menjetek a picsába. Oda igyekszünk, Muci. Körbeállták a nőt. Most kellene egy égi hang szólani, de nem szólal. Egy-egy magányos autó zaja keveredett csupán a fentiekkel. Még egyszer már nem sírjuk vissza a 17. századot, mert ott akár egy Don Quixote támadott volna a 9. kerületi Dulcineáját oltalmazandó. Nem tudjuk pontosan, mi történt 2016 tavaszt ígérő éjszakáján. A szokásához híven talán a szavak erejében bízott. Hús, csúnya fiúk, menjetek haza. Akarod, hogy beverjük a pofád? Dehogy akarom, válaszolta A őszintén. Azt akarom, hogy menjetek a picsába. Hát, ez tényleg bal szerencse, ez a mondat. Egy éjszaka kétszer a picsába küldve. Belátható sok. A nem tudott verekedni, soha nem is verekedett, még gyerekkorában sem. Egyszer-kétszer részegen összeakaszkodott részeg társaival, dulakodás, ez a jó szó, dulakodtak. Itt meg pofán kellett vágni valakit. Pofán is vágtak valakit. Őt. Leesett a szemüvege. Utána hajolt, meglökték, már a földön feküdt. Rugdalni kezdték. Alig dübül, inkább csak úgy, szokásból, illemből. Arányérzék. A gondolkodás nélkül nekik ugrott volna, látva a földön fekvő vérző alt, ám lefogták. Egyik őjük körbeölelte.
De jó szörös kapát rögött. A kapálódzott hasztalan. Az idegen férfia közben érthetetlen gyöngétséggel csókokat lehelt a feje búbjára, a nyakára. Aztán hirtelen leléptek, mintha ezt is megunták volna. Vagy valahogy kielégültek. Ki így, ki úgy. Partiba is vághatták volna a csajt, és pépesre verhették volna a szemüvegest. Majd máskor. De ekkor már hárman kuporogtak az éjjeli üllői úton. Ők ketten, meg a szerelmük. De a szerelem megemel, akkor is az égbe rümít, a törzúz és a parvasült. Amikor még apámról s anyámról volt szó, meg az 50-es évekről, a kitelepítésről, hogy az legyen a szerelmes történet díszlete, kértük, hogy az esküdtek ezt a vallomásos kitörést ne vegyék figyelembe. Figyelembe vették-e, vagy nem, ki tudja. De fölállt a legidősebb esküt. Körbenézett bírákon, hallgatókon, mondatokon, futó pillantást vetett hasnyálkára, így aztán nem is lehetett másképp. Nekem mondta, szemtelenül, már-már együttérző hangon. Bühne.